Gasztronómiai élménynap, asszály Karcagon, árrobbanás előtt a tiszatavi ingatlanok, baleset Karcagnál. Jó estét kívánok! Önök a nagykonsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 28-án 18 óra 5 perckor. A Kárpát-medencei testvérvárosaink Karcagon találkozó keretében gasztronómiai élménynapot tartottak az Akácsliget fürdőben, ahol karcagi és a határon túli magyar anyanyelvű testvérvárosok ízvilágából kaphattak kóstolót a résztvevők. Hölgyeim és uraim, kedves gyermekek, kedves vendégeim, szeretettel köszöntök mindenkit a mai programon. Örülök annak, hogy testvérvárosaink, magyar lakta testvérvárosaink delegációi, a kedves gyermekek, tanulók itt vannak most a karcagi strandon, és a Alföld, illetve a Felvidék, Délvidék és Erdély konyháinak a finomságaival fogunk majd megismerkedni, úgyhogy mindenki a saját városára, a saját településére jellemző ízekkel készült, és hát ezeket fogjuk majd megkóstolni, ez lesz egyben az ebéd is. Nagyon fontos az, hogy a magyarság kultúrájának egy alapvető részét képezi a gasztronómia, olyan értékek, olyan a tájhoz kötődő alapanyagok, élelmiszerek vonulnak föl, amelyek nemzeti kincsünket képezik. És megvan a lehetőség arra, hogy ezeket a ételeket elkészítsük, megtanuljuk és továbbadjuk, sőt egymás tájainak az ételeit is meg tudjuk így ismerni, és ezáltal is tudjuk gyarapítani ezt a közös örökséget, amelyre büszkék vagyunk, és amely a magyarságnak az értékeit jelenti. Én sikeres főzés, finom palatokat, kellemes élményeket kívánok mindenkinek a mai napra. Bízom benne, hogy ez és a többi program is majd nagyon emlékezetes lesz. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő megnyitója után készültek az ebédek. A gulyáslevest karcagi ízekkel dr. Fazekas Sándor és felesége, Fazekas Irén és Nemes Margit, a Karcag testvérvárosaiért közalapítvány önkéntes segítője, a Hungarikum karcagi birkapörköltet Szepesi Tibor polgármester és felesége Kun Csilla és Labonc János. A karcagi birkafőző fesztivál aranyérmese főzte. Én azt gondolom, hogy legalábbis itt kóstolgatva a lassan elkészülő ételt nagyon jó lesz, nagyon finom lesz, és méltó lesz ahhoz a hagyományhoz, amely a karcagi birkapörköltet övezi, és meg tudjuk mutatni természetesen a határon túli gyermekeknek elsősorban, hiszen nagyon sok fiatal van itt a táborban, hogy milyen is az igazi karcagi hungarikum birkapörkölt, amelyhez valljuk meg őszintén, én egyedül nem biztos, hogy hozzámertem volna kezdeni, de hát nagyon jó segítőm van, aki jártas, hiszen 14-szeres aranyérmes birkafőzőről beszélünk, Labonc Jánosról, úgyhogy én azt gondolom, hogy kóstolgatva legalábbis a mostani állás szerint egy nagyon jó birkapörkölt fog készülni. Nyilvánvaló nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy birkapörkölt nagyon finom legyen, de nem gondolom, hogy nekem kellene elmagyarázni a karcagiaknak, hogy hogy kell készíteni egy igazi hungarikum karcagi birkapörköltet. Valóban ugye magán a birkán, a hozzávalókon, azon a lelkesedésen, a szíven, és hát ami a legfontosabb, hogy a tapasztalaton múlik az, hogy milyen lesz egy birkapörkölt. Itt majd akkor a vendégek el fogják dönteni és minősíteni fogják, viszont mi kóstolhattuk az ön által készített uborkát is, ami számomra egy különleges volt, és mondta, hogy nagyon roppanos, és tényleg olyan, mintha uborka saláta lenne, csak nem úgy van elkészítve. Nem egy különlegesség egyébként, én is még szülői, illetve keresztszülői ágról tanultam ezt a úgynevezett nyári uborkát, de egyébként meg lehet találni az interneten is, tehát mindenki, aki szeretne ilyenfajta nem hagyományos kovászos uborkát, nem savanyú uborkát készíteni, akkor olyan nyári uborka néven megtalálja az interneten, úgyhogy ajánlom mindenkinek nagyon nagy szeretettel. Viszont itt azért egy mondatot még szóljunk arról, hogy a testvérvárosaink ételeit is megkóstolhatjuk. Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a tegnapi megnyitón is elmondtam, hogy újra együtt lehetnek a fiatalok, és nagyon fontos az, hogy a fiatalok legyenek együtt. Azok a határon túli magyar fiatalok, akik tudnak ismerkedni egymással, tudnak barátkozni egymással, meg tudják ismerni egymás kultúráját, és egy picit vissza tudnak nyúlni azokhoz a gyökerekhez, amelyből a magyarság eredeteztetik. Ugye a határon túli magyarságnak nagyon nehéz fennmaradni, nagyon nehéz az anyaországa
Tiszával való kapcsolatot tartani, és minden olyan alkalom, amely ezt szolgálja, az egy nagyon fontos kötelék. Én nagyon bízom abban, hogy olyan barátságok fognak itt kialakulni a 10-16 éves kor közötti korosztályban, amely hosszú távra meghatározó. Hiszen azért alakítottuk ki a testvérvárosi kapcsolatokat, azért tartjuk fönt, azért vannak a barátságok, azért vannak ezek a rendezvények, hogy a gyökerekhez mindenki tudjon ragaszkodni, és ez hosszú távra biztosítható legyen. Tegnap is elmondtam azt, hogy azok a fiatalok, akik ma itt vannak, ők fogják meghatározni a települések jövőjét. Mi itt vagyunk idősebbek, viszonylag idősebbek, akik fenntartjuk ezeket a kapcsolatokat, de ha nem lesz egy olyan korosztály, aki ezt tovább vigye, aki erre odafigyeljen, aki ezeket a kapcsolatokat ápolja továbbra is, akkor gond lesz, de ahogy így elnézem a fiatalokat, és elnézem a medencébe való együttműködésüket, azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. A hamisítatlan székelykáposztát erdélyi ízekkel Székelykeresztúrról Nagy Csaba és felesége Nagy Gyöngyi készített el. A zöld az azért, mivel a reménység színe, tehát ezért mi reménykedünk mindenbe. Székelykáposztát készítünk, ami disznó pörkölt alapra és savanyított káposzta dinszelésével készül, amiben mi még belecsempészünk egy kis csombót, meg egy kis kaprot, amit Magyarországon annyira nem jellemző. Arányok ugyanannyi hús és ugyanannyi káposzta. Tehát itt most mi 20 kg húsból lapocka és comb, disznóhúsból természetesen, és 20 kg savanyított káposztából készítjük. És akkor a különleges fűszerek mellett, akkor a hagyományos fűszerek vannak benne, só, paprika? Só, bors, paprika, mi ugye nagyon szeretjük a fokhagymát, tehát a pörkölt alapba teszünk egy kis fokhagymát is, a káposztát ízesítjük a csomborral, meg a kaporral. Hát, hogy mennyire székely, mennyire nem, tehát mi imádunk birkapörköltet készíteni, de nem a hagyományos karcagit, mert nálunk nem 4-5 éves birkából készül a pörkölt, hanem ilyen fél éves, tehát úgymond nálunk, úgymond igen, szopós birkának mondjuk mi, úgy pörkölt, mint sült, azt azért jó volna megkóstolni nálunk, igen. És ott is egy birka, egy krumpli, tehát ezt tartják? Nem, nálunk egy birka. Tehát akkor nem esznek hozzá krumplit. Imádjuk a krumplit, nagyon sok krumplit, ugye Csíkországa, a krumpli országa, amit nagyon szeretünk, de a húst hússal, az úgy még finomabb. Sütemény, a karcagi Ferdinándot azt majd meg fogják kóstolni, de ott van esetleg olyan jellegzetes sütemény? Nálunk nagyon kedvelt a ilyen kavart piskóta alapú tésztába friss gyümölcsök. Tehát most a piros ribizli, a málna, azt készítjük szilvával is. Akkor ez egy ilyen pita-szerű süti. Igen, igen, így van. Tehát a karcagi Ferdinánd visszatérve nálunk, az darásfészeknek hívjuk, ugyanaz. Tehát keltészta, vajja megkenve, cukros tejjel meglocsolva, megsütve. Nagyon szeressük mi is. Tehát a székely jó keltésztát. Nem rontja el. Ne, így van, nem. Nem. Tehát sütünk mi is, készítenek a hölgyek, nem mi, bocsánat. Ilyen a lapokat, mézes tészta, citromszelet, de azért a jó eredeti székely piskóta azért, székely, nem székely, az piskóta. A Szepsiből érkezett felnőttek lepcsánkát sütöttek. A gyerekek feladata volt megörökíteni rajzon a receptet és az ételek készítésének módját. A Bengecseg Alapítvány és a Szolnoki Teszvesz Ifjúsági és Gyermek Alapítvány népi játékokat hozott. A zsűri felnőttek főzőversenye és a gyerekek rajzversenyének értékelése után a jelenlévők megkóstolták az ételeket és a Kerekcipó Kft. Által sütött karcagi Ferdinándot. Délután a Kályami Kovács Mihály és Kiskulcsosi tagiskolája, a Györfi István Katolikus Általános Iskola, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és a Karcagi Arany János Általános Iskola diákjainak műsora után Bácskosútfalva, Szepsi és Székelykeresztúr iskolásai és a kísérő felnőttek léptek fel. A vacsorát pleskavicával, hamburgert Bácskosútfalváról Pecsenka András és Pecsenka Ágnes sütötte meg. A gasztronapot a The Best Company karcagi zenekar koncertje zárta.
Domján Sándor főmérnökkel, Kunagró 21 Kft. Egy kukoricaföld közepén beszélgettünk arról, hogy ezen a síralmas, épp csak a földből kinőtt kukorica területről lesz-e mit betakarítani. Domján Sándor főmérnökkel beszélgetünk itt egy kukoricaföld közepén. Nagyon síralmasan néz ki az egész területük ilyen. Igen, pontos volt a megállapítás, sajnos ilyen az egész karcagi határ, sőt ilyen az Alföldnek a jelentős része, hiszen idén nem érte el a csapadék a 100 mm-t, ami lehullott, és már úgy fordultunk erre az évre, hogy eleve volt 200 mm hiány. Nehezen öntözhető terület, inkább úgy fogalmazok, természetesen az öntözés ahol kivitelezhető, ott lényegesen jobbak a növények, jók a növények, várható termés. Ide éppen holnap kezdjük el majd megpróbálni a vizet elhozni. Reményeim szerint sikerül, és akkor két nap múlva még egy kármentő öntözéssel meg fogunk próbálkozni. Még él a növény, 80%-a. Ha meg tudjuk menteni, akkor megmentjük. Ha nem sikerül, akkor sajnos ezen a táblán is, mint itt a határban és ezen a vidéken nagyon sok táblán 100%-os kár lesz. Ez mennyiben fogja befolyásolni a takarmányárakat? Hát a takarmányárakat az nem kis hazánk dönti el. Ugye a takarmány az a gabona elsősorban. Mind az abrakfogyasztóknál sert és baromfi, mind pedig a kérődzőknél, hiszen azoknak egy része, a takarmányuk egy része is abrak. A másik része tömegtakarmány, de a tömegtakarmány termeléséhez is víz kell, legyen a szilás, szenázs, vagy akár a széna, hiszen ha nincs víz, akkor azok a növények sem nőnek. A takarmányárak pillanatnyilag most ugye zuhannak a gabonárak, mert arra hírre, hogy Ukrajnából elindul az a 20 millió tonna gabona, azonnal beszakadtak az árak. A gabona nem indult el, az árak pedig szép lassan elkezdenek emelkedni, tehát bízunk benne, hogy azoknak, akiknek lesz valamennyi termése, a újra remélhetőleg magas ár mérsékelni fog a kárukon. Az állattenyésztési ágazat milyen kilátásai vannak egyrészt takarmányellátásban és árak tekintetében? Attól nem kell félni, hazánkban egyetlen egy állattenyésztő ágazatnak sem, hogy nem lesz takarmány, hogy mennyire drágán. Tehát ez biztos, hogy drágán lesz takarmány, ezt le kell, hogy kövessék az állati termékárak, mert különben tönkre fog menni a termelő, mert hozamosabb ideig, évekig a mínuszból nem lehet megélni, tehát abba csak tönkre lehet menni, ezért nagyon-nagyon kell figyelni a hatékonyságra, hiszen a drága takarmány mellett a legkisebb technológiai hiba is már veszteségbe fordíthatja a termelést. Ugyan látja, amiatt a szárazság miatt meg fognak jelenni olyan növények, amelyek eddig háttérbe szorultak, és esetleg kisebb vízigényük van? Nem hiszem. Nem hiszem. Van itt a határban olyan növény, ami úgymond alacsonyabb vízigényű, kiszedi a földből az utolsó csepp vizet, és ugyanígy néz ki, mint a mögöttem levő kukorica. Most direkt nem nevesítem meg, annak alternatívájaként szokták felemlegetni, ugyanígy furuljál. Tehát amikor nincs víz, a nulla víz az nulla víz, akkor nem terem semmi. Tehát ahogy szoktam volt mondani, jó, megsózom a zsíros kenyeret, azt bevágom, és utána nem tudok rá inni egy jó pohár vizet, akkor bizony szenved az ember is. Ugyanígy van a növény. A gazda megművelte a talajt, ellátta tápanyaggal, megsózta, elvetette bele a magot, még akkor, ha jól művelte a földet, még nedvesbe, és attól kezdve nincs eső. 12 hete, bő 12 hete nem volt egy szemes sem. Akkor, amit mondott, hogy megpróbálják idehozni a vizet, annak az eredménye az körülbelül mikorra várható? Ez két napon belül kiderül. Tehát takarítjuk a régi csatornákat, tisztítjuk, megpróbáljuk eddig elkormányozni a vizet. Annyiban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tiszta vízhez tudunk hozzájutni, viszont egy ponton szivattyúval kell, hogy átemeljük, mert a víz felfele nem folyik magától. Tehát ez megint még egy plusz költség, és reményeink szerint ezzel az átemelő ponttal el tudjuk eddig hozni a vizet. Strandfejlesztések és új kerékpárút hálózat növeli a Tisza-tó vonzerejét, amelynek környékén még mindig a balatoni árak töredékéért lehet házat vásárolni. Az alacsonyabb árfekvést egyebek között a közvetlen autópálya kapcsolat és az új építésű ingatlanok kínálatának hiánya magyarázza.
Siófokon egy használt házhoz átlagosan 89 millió forintért lehet hozzájutni. A Tiszató központjának tartott legnagyobb környékbeli településen, Tiszafüreden már 19 millió forintért vízparti nyaralót lehet vásárolni. Jellemzően a balatoni átlagárak harmada érvényes a Tiszatónál, ahol nem többszöröződtek meg az elmúlt 2-3 évben az árak, de folyamatosan emelkednek. Ingatlanpiaci szempontból a legnépszerűbb Tiszató környéki települések hagyományosan Tiszafüred, Abátszalók, Poroszló és Kisköre, Sarud, vagyis azok a helyek, amelyek a turisták körében is nagyon népszerűek, köszönhetően a korábbi években végrehajtott turisztikai fejlesztéseknek, illetve a kedvező áraknak. Mellettük azonban keresik Tiszanánát, Tiszaderzset és Tiszaszőlőst is a vevők. Az árak még mindig olyan kedvezők, hogy egyre többen a Balaton helyett a Tiszató településeit választják. A különbség meggyőző, a balatoni árak alig harmadáért nyaralót lehet itt vásárolni. Most 30 millió forint a plafon. Alapvetően az olcsóbb ingatlanok iránt van nagyobb érdeklődés, a vásárlás tervezők fele 20 millió forint alatt, kétharmaduk 30 millió forintig keres lakóingatlant. Az ennél drágább ingatlanok esetében már nincs számottevő kereslet, 50 milliónál többet mindössze az érdeklődők 7%-a költene el ingatlanra térségben. A túlnyomó többség használt házat keres a tónál, már majdnem minden ötödik érdeklődő megnézi a telek kínálatot is. A hirdetések fele egyébként Tiszafüredre koncentrálódik, amely több mint 10 000 lakosával a környék legnagyobb települése. A hirdetési árak alapján a legdrágább település Abátszalók, ahol átlag 49 millió forintért kínálnak most használt házakat. Tiszafüreden az aktuális átlag 36 millió forint, Kiskörén már csak 20,5 millió, a legkisebb településeken pedig, mint például Tiszaderzsen, még mindig hirdetnek 10 millió forint alatti ingatlanokat is. A Tiszató környékén idén értékesített használt házak 175 ezer forintos négyzetméter áron átlag 16 millió forintért keltek el az OC adatai szerint. Az átlag óriási különbségeket takar, hiszen amíg Abátszalókon vagy Tiszafüreden 20 millió forint felett cseréltek gazdát az ingatlanok, addig Sarudon és a kisebb településeken ennek többnyire csak a feléért. Megjelentek a befektetők is. A gazdaságot érintő negatív hatásoknak is betudható, hogy a közelmúltban megnövekedett a készpénzes vevők száma, akik kifejezetten befektetési céllal vásároltak, mert az ingatlanban érezték legnagyobb biztonságban pénzüket. A Tiszató környékének kínálata sokszínű. A teljesen felújítandó parasztházaktól a minden igényt kielégítő prémium kategóriás ingatlanokig terjed, bár az új építések száma elenyésző. A Balaton partjához képest még mindig visszafogottnak nevezhetjük a Tiszató településeinek árszínvonalát, azonban itt is folyamatosan emelkednek az árak. Ez a folyamat a nagyobb, frekventáltabb településeken egyértelműen érzékelhető. Például Tiszafüreden találkozhatunk 500 ezres, sőt 700 ezer forintos négyzetméter árakkal is, de a kisebb településeken is elindult az áremelkedés, és bátrabban áraznak az eladók. Szörnyű baleset történt Karcagnál, mentőhelikopter is érkezett a 4-es számú főútra. Egy tartályos kamion, egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 162-es kilométer szelvényénél Karcag térségében. A baleset következtében a tartálykocsi félig az árokba került, a kis teherautó az oldalára borult. A karcagi és a püspökladányi hivatásos, valamint a kisújszállási önkormányzati tűzoltók érkeztek az esethez, áramtalanították a járműveket. A helyszínre a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett egy mentőhelikopter is érkezett. Forgalomkorlátozás volt az érintett útszakaszon. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!